Rácsán Milán vagyok, a fotográfia szak egyik kiválósága. A legelső feladatunk egy olyan dolog volt, hogy a fény nyoma, ami elég absztrakt megfogalmazás. Bekentem arcokat, ez most az enyém, de másokét is. És utána még frissiben letapogattam pauszpapírra, ami így nézett ki, viszont ahogy elment a fény, megjelent a fény nyoma esetenként. Nyilván ezek nem felismerhető portrék voltak, nem ilyen szörny szülemények. Nyilván ez ilyen kiállítási helyzetben nézett volna ki jól, hogy bemész nappal és nem látsz semmit. Következő feladatunk az appropriáció volt, egy híres kép kisajátítása, körbenjárása. Na, nem kisebb, mint a világ jelenleg legdrágábban eladott képét. Ezt a Gurski féle Rajna 2-t választottam. Érdekelt nagyon, igazából 4,3 millió dollárért adták el 2011-ben, és érdekelt, hogy mi ér ebben a képben ilyen sokat, miért vették meg. Megpróbáltam utána nézni, nem sikerült sok mindent megtudnom róla, viszont azt igen, hogy Gurski szeret retusálni, és ő úgy nyilatkozott erről a képről, tényleg elég kevés interjú van, ami kifejti, hogy miért, mit gondolt, amikor megcsinálta, hogy kiszedett ezt-azt a képről, mert ez egy ilyen fiktív valóságot, egy nem létező látképet, tájképet hoz létre, és ez adja a modern kinézetét, és akkor gondoltam, hogy ezt már csak úgy lehetne überelni, hogyha én visszaretusálok ilyen jó bénán mindent. Ezek meg voltak adva, hogy kb. Miket szedett le róla, és akkor ez lesz a világ legdrágább képe, mert hogy ez az eredeti. És akkor csináltam egy ilyen kamu honlapot, és a Telegraphnak, amiben le van írva, hogy Milán megalkotta az 5,3 milliós képet, és ez jobb, mint a ronda kiretusán. De még szerettem volna foglalkozni ezzel a képpel, mert tényleg nagyon érdekelt, hogy miért ilyen drága. És biztos ti is észrevettétek, hogy van egy ilyen tendencia az interneten, hogy fognak bizonyos emberek, bizonyos tájképeket, és akkor egy ilyen szentimentet ráírnak, általában helvetikával, van, amikor nem. És ez nem tudom mi. A lényeg az, hogy akartam egy párhuzamot húzni a között, hogy akinek van 4,3 milliója, és nem túlzottan gondol bele dolgokba, viszont akinek nincs 4,3 milliója, és csak ráír képekre, mi lenne, hogyha találkoznának, és megtalálnák a legdrágább képet a világon. Valami ilyesmi. És még mindig találtunk képet, most fizikailag is kellett találni képet. Én ezt a Maki Majmot találtam, ez egy ilyen lomtalanításnál egy képeslap, és ennyi volt a kikötés, hogy képtalálás és valami kezdés a képpel. Én azt kezdtem vele, hogy feltöltöttem a Google-be, mert most már van egy ilyen kép-képkeresője, tehát hogy feltöltött képet is megtalálom, ilyen nagyon jups, nagyon hülyén néz ki. Nagyon hülyén néz ki, de jogos, mert az eredeti képet is így meg tudjuk találni, hogyha nem tudjuk, hogy mi a címe, ki csinálta, et cetera. És akkor rájöttem, hogy akkor ez ilyen alak, meg tónus, meg mintázat szerint így megtalálja a képeket, ez tök jó, hol használhatom fel. Kéne valami olyan csoport, képcsoport, ahol elég irányított a figyelem. És akkor gondoltam, hogy összekötöm egy ilyen kiber cenzúrával, mert az ilyen pornó képeknél elég nyilvánvaló, hogy mindenki hova néz. És akkor kicserélgettem a Google által megtalált hasonló képekre, és ebből elég sokat csináltam, ami igazából nehezebb, mint gondolnátok, mert a végén már egy kicsit undorodik az ember. Igen. Aztán humorba fulladt az egész. Elég sokáig lehet nézni, hogy mi micsoda. Ez egy ilyen kutya. Fityisz is. Még szótanilag is hasonlít. Ja. De abba hagytam. És még mindig talált képnél vagyunk. Híres kép. Híres képnél pedig az jutott eszem, hogy arról, hogy híres kép, ez így ki van adva, de mikre gondolunk. Hát mondjuk így a fotós osztálytársakról beszélek leginkább, hogy a híres fotók közül mit gondolnak, de ez azért a legtöbb ember tudatalattiájában így be van épülve, mert elég sokat látjuk őket. És akkor gondoltam, hogy ezeket a híres képeket
rorsákosítom, annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy mennyire híresek, vagy hol van az a határ, ahol már nem ismerhető fel a híres kép. Nem is, igazából nem akarom elmondani, hogy melyik híres képből csináltam. Nyilván ezt most ennyi villantásból nem fogjátok remélhetőleg kitalálni, de utána lehet lamentálni ezeken, ha valakit érdekel. Annyi a technikai háttere, hogy fogtam a híres képet, hazamentem, megnéztem a főbb motivumokat kompjúteren, azt utána elvittem a Copy Generalba, kinyomtattam, kivágtam egy sablont, ami alapján így tudtam, hogy hol vannak azok a bizonyos foltok, amit én szeretnék, hogy azért megmaradjanak a felismerhetőség vége. Akkor azt megfestegettem pár rétegben, utána azokat visszaszkennelgettem, utána még egy kicsit trükköztem, meg tükröztem is, és ezek lettek. Ezt tényleg csak ilyen villantás szinten szeretném megmutatni, mert sok mindent be lehet látni. Ahhoz képest, hogy elmeteg mindenkinek ugyanaz jut eszébe. Experimentális kurzusunk vége. Ezt közeledünk, volt a hibás kép. Ből csináltam egy ilyen tablót. Ez konkrétan úgy történt, hogy ez egy mintakép. Tökéletesen mindegy, hogy milyen. Betöltöttem mint hang egy hangszerkesztő programba, és hangként próbáltam szerkeszteni, utána vissza képké, és akkor ilyen furcsa effektek megjelentek rajta. Hát igen, és ezt próbáltam valahogy felhasználni, de szerencsére segítségül jött Rajnai Rebeka kérése, aki öltözékes évfolyamtársunk, hogy csináljunk egy ilyen divat anyagot az egyik ruhájáról, és akkor azokat a képeket ugyanígy megszerkesztettem, ami egy nagyon jó dolog, mert olyan kis divatos és kortárs lett. Ezzel majd még szeretnék valami komolyabbat is kezdeni, de most ebbe a fél évben igazából ennyi idő esett rá. És most érkeztünk el a másik kurzus, az a kép és szöveghez, ami már előző fél évben elég sokat foglalkoztam vele, ezért megkértem, hogy legyen már kép és hang, legalább a kép megmarad. És ezt szerencsére meg is engedték. Ez egy szkenner hátfalas, kordántengelyes kamera, igazából annyi a lényeg ennek a dolognak, tudom, egy nagyító van az elején, az az objektív, hogy egy szkenner, egy lapszkenner van a kamera hátán. Tehát, hogy amit fotózol, azt így, mint a szkenner letapogatja. Ebből elég sok mindent lehet csinálni, de nyilván elkezdtem kísérletezni, hogy mire jó ez nekünk. Így néz ki közelről. És csináltam ilyen mintaképeket, ez kb. Egy ilyen, ups, ez az, tehát hogy konkrétan így képeződik le, hogy így elmásztál a képről. Nem az, hogy bemozdulsz, mint szokás szerint, hanem az aktuális csíkban jelensz meg. És ez nem is annyira érdekfeszítő, mint ez a jelenség, hogy lélegzem, és ez így képeződik le, és ez felkeltette az érdeklődésemet, hogy ez tök jó, hogyha ilyen kis apró mozgásokat ilyen szépen le lehet követni ezzel a gépezettel, akkor mire használhatom fel? És akkor gondoltam, hogy hát a hanghullámok, azok ilyen kis apró mozgások, de kell egy közeget biztosítanom neki, hogy ezt rögzíteni tudja. És akkor építettem egy ilyen másik remek precíziós szerkezetet. Igazából ez az egyetlen csík, ami így mozog. Ez úgy néz ki, hogy van egy hangfal, ezt hozzáépítettem egy ilyen kádhoz, kártedóros kádhoz, megtöltöttem tejjel, és ugye így átadja a hanghullámokat az éter helyett a tejnek, az rezegni kezd, ezt egy pontban figyeljük, a rezgéseket, azok így változnak, és akkor leképezi a mi kis gépünk, remélhetőleg elég szépen, első kísérletek nem annyira szépen képezte le, és akkor nyilván tovább kellett fejlesztenem így az, hogy normális objektív legyen, mi rezegjen. Gyorsan rájöttem, hogy ezt a teljes dolgot ezt el lehet hagyni, tök fölösleges. Elég, hogyha magának a Armstrongnak a membrányát nézzük. Mindjárt megpróbálom lelőni a poént, hogy kiderüljön, hogy mi is történik, mert eléggé hadartam. Még ez lett a szkennerem, ez azért jó, mert ez egy ilyen kézi szkenner, nem tudom, hogy láttatok-e már. Úgy lehet veszkenni, hogy végighúzod a papíron. Ebben az a jó, hogy ha nem húzod végig a papíron, akkor egy helybe áll, ami nekem tökéletes, mert én ezeket a rezgéseket pont egy pontba szerettem volna rögzíteni.
ugye a normál szkennerekben van egy motor, és akkor az megy végig, az nem jó, ezt lerakom egy helyre, és azt egyfolytában veszi, viszont azt hiszi, hogy mozog. Tehát konkrétan kiveszi a középső csíkját a képnek, és azt mindig tolja, attól függetlenül, hogy változik vagy nem változik. Ez már nem tudom mennyire érthető így. Ez volt a setup. Ezt a képcsíkot vette fel a kis gépem. Ez ugye mozog, ez a membrán, amikor csinálja hangot. Igen, ennek a képnek a középső csíkját, ezt már 50-szer elmondtam, ezt. És akkor ezt egymás mellé rakosgatjuk, és jön ki ez a hanghullám mintája, elég sok képből összeáll, ez a digitális verzió, akkor levágod, és így most már nagyjából érthető szerintem, hogy miket csináltam. És hogyha ezt nagyon sokáig csináljuk, akkor összeáll belőle egy szám, ami nagyon érdekelt, hogy tényleg hasonlít-e a eredeti digitális hangfájnak a mintázatára. Ezért ezt így betöltöttem az Audacity-be, ami egy nagyon jó kis program, és tényleg így a fő blokkok hasonlítottak, tehát működött a rendszer. És akkor ezzel lefotóztam egy-két számot, amiken híresebbek. Nyilván nem maga a kép a lényeg itt, hanem hogy ez egy fénykép. Köszönöm.